Sziasztok! Sziasztok! A múltkori Jóvas PFS rész után a soron következő protokollal fogunk foglalkozni. Már olyan értelemben soron következő, hogy elhagyjuk az AS határait, és megpróbálunk másokkal kommunikálni, másokkal rutin információt kicserélni. Exportálós-importálós játékunknak egy új szintjére léphetünk a BGP protokollal. Border Gateway protokollnak hívják rendesen. Maga a protokoll az nem is kifejezetten csak IP információk és root információk hurcolására lett fejlesztve, mert hát tervezve talán arra volt az elején, még a legelején. Igen, amikor még csak IP address family volt, akkor az nagyon jó volt. De hát azóta már ugye multiprotokoll BGP-vé vált, és tud. Becsúszott a küszöb alatt az IPv6, akkor a különböző ilyen emeltebb upper layerben dolgozó különböző transportprotokollok irányításához szükséges, vagy segédeljárások irányításához szükséges jelzésrendszerek. Hát meg VPNV4, ugye VPNV6. És akár elfajulhatna a dolog odáig, amit majd nem tudom, hogy látunk-e a Mikrotik ökoszisztémában elfajulni, hogy akár MPBGP-vel támogatott EVPN megoldásokat is akár üzemeltetnénk ma, ami már olyan divatossá vált a korszerű távközlésben, ami mi is tulajdonképpen frissítsük fel az emlékeinket ezzel kapcsolatban. Vagy egy VXLAN initiator, amit... Overlay technológia, gyakorlatilag minden, amit eddig megcsináltunk MPLS-re, azt meg tudjuk csinálni MPLS nélkül is tulajdonképpen Layer 2-ben, ami végül is jó. Hát a routeros olyan szempontból egy nagyon kedves dolog, hogy az ottani BGP implementáció az még routeros V6-ban is nagyon sok mindent támogatott, EVPN konkrétan nem, de mondjuk L2 VPN adresszt valamiben volt Cisco szagú, meg volt Juniper szagú, tehát mindenkivel együtt tudtunk működni, legalábbis a kettő közül valami csak működött, de a legtöbb ember általában ezt az IP address familybe használta, meg ugye próbálták a VPN V4-be, kisebb-nagyobb sikerrel. VPN V6-ba szerettük volna, de sosem működött rendesen, hiszen nem volt rendes. Talán most a 7-ben megkalapálták valamelyik changelogos részünkben, szerintem meg is emlékeztünk róla, hogy... Hát, igen, de hát ez annak volt az eredménye, hogy egyáltalán lett komoly VRF támogatás a router OS-ben, meg lett rendesen. Amiről VRF is. Ígérjük, hogy egy külön részben fogunk egy kicsit beszélni, ugyanis a VRF így, hogy routing protokollokkal kezdtünk el foglalkozni, egy kicsit azért úgy, hogy is mondjam... Ki is lóg meg benne is van, meg a közelünkbe kerül, szóval akaratlanul is fel fogunk benne bukni néhányszor. Elégedettek voltunk a 6-os routeros BGP implementációjával? Hát, nem tudom. Igen is, meg nem is. Tehát végül is működött, hogyha az ember nem várt el tőle túl sok dolgot. Aztán utána mindig voltak olyan pontok, amikor azt mondta az ember, hogy oké, tehát ez sajnos így nem megy, hiába is próbálkozunk vele. Azt azért el lehet mondani, hogy sima IPv4-es, meg sima IPv6-os adressz familyban egész megbízhatóan működött. Nem volt benne RPKI, nem voltak benne olyan dolgok, nem volt benne kényelmes módszer arra, hogy az ember láthassa, hogy akkor mi történik a beérkező hirdetésekkel, hanem csak így ilyen implicit módon lehetett felfedezni, hogy miután már bekerült a routing táblába, mit látunk benne, akkor vajon mi lehetett? Tehát mindig hozzátartott egy ilyen klasszikus ilyen gondolat kísérlet, hogy az ember tudta, hogy ha ez jön, akkor ez történik vele, és ez kerül oda bele. Hát ez nagyon-nagyon hiányzott. És a router esetben meg ez lett. Az ilyen community-kkel való variálások sem voltak igazán kiforrottak a 6-os router OS-ben. Emlékszem, hogy community-kkel megfestett információkat küldeni más gyártók eszközeinek, az valamilyen nehézkes volt. A célének voltak azért korlátai elég keményen, és amikor ugye már mondjuk én is elkezdtem komolyabban használni BGP-t Mikrotiken, akkor addigra a más routing platformokon már azért routing policy language-et használt szinte mindenki, ami itt nagyon nagy hiányosság volt, hogy nem volt. Nem is volt feltétlenül mindig egyértelmű a céliből, hogy most akkor mikor, milyen listára, milyen filterre, milyen egyéb dologra gondolunk, és ezek azért kitisztázódtak így router OS-ben. Mert hogy ha most a két implementációt egymás mellé állítanánk, akkor milyen nagy különbségek botlunk első körben? Hát mondjuk, hogy minden mi más. Mi az, ami a felhasználók feltűnik? Az, hogy alapjaiban újra lett írva gyakorlatilag a 7-es router OS-ben a
BGP-vel kapcsolatos kódhalmaz, mert ugye itt jöttek a sok magos, viszonylag erős CPU-val rendelkező routerek, és hát azt tapasztaltuk, hogy a BGP az egy ilyen single task, single core. Binary... Egy nagy. Alapvetően ez egy bonyolult probléma. Tehát a routing konvergenciát számolni elosztott architektúrában ez egy nagyon-nagyon-nagyon megrázó és nehéz probléma, hiszen ha szét vannak osztva ezek a számítások különböző kórokra, akkor valamilyen formában szinkronizálni kell, és ezt általában régen úgy csinálták meg, hogy ilyen lock architektúrák, hogy amikor az egyik kifejezte, addig a másik várt rá, tehát nem volt azért szignifikáns előrehaladás a teljesítményben, hogy ez lockless módon meg legyen írva, az egy nagyon-nagyon kemény kihívás, és hát nem arról van szó, hogy most az otthoni laboromban lévő, vagy egy kis vállalati hálózatban szaladgáló néhány tíz vagy néhány száz rúta, hogy megy a konvergencia, hanem hogy néz ez ki ez a mutatvány akkor, hogyha az interneten lévő ugye úgynevezett full view, tehát a teljes IPv4-es, meg a teljes IPv6-os routing táblát szeretnénk, akár több forrásból megkapva, abból kiszámolni a legrövidebb utat. Hát főként IPv4 esetén ez egy komoly kihívás. Nem tudom, utoljára, amikor néztem, 700, valahány ezer, vagy 800, vagy lehet, hogy már 1 milliót is elérték, a fene sem emlékszik rá, hogy hol tartunk a full view méreténél. Pont ezt akarom éppen kikeresni. Amikor utoljára nézegettem, szerintem akkor már a 800 szerintem közelében. A Ribe Atlaszon is kint lesz. Most hirtelen elsőre ilyen historikus adatokat találtam, de igen, biztos vagyok benne, hogy 800 ezer fölött járunk. Tehát ott olyan mennyiségű routing tábla, vagy BGP tábla méretnél, különösen, hogyha ebből több példányban megkapjuk több különböző forrásból, akkor ez már kegyetlen mennyiségű számítást jelent, és ezt relatív gyorsan szeretnénk. Ezt azért lehetett tapasztalni. Tehát mindenki emlékszik arra, hogy a RouterOS 6-ban, hogyha az ember beírt egy IP root print ver kérést, hogyha volt a full view a routerben, akkor én ilyen stabil 5 percre elment ilyen várakozó üzemmódba, és a végén aztán vagy sikerült neki adni rá választ, vagy nem sikerült adni választ. És ki tudja, hogy addig a többi processz hányszor esett orra, és szakadtak meg a VPN-ek, és lehetetlenedett el a tűzfalazás, stb. Szóval igen, az ilyen szoftver alapú routereknél az nagyon nagy problémát jelent, hogyha a bizonyos erőforrások vagy bizonyos folyamatok az erőforrások nagy részét fölzabálják. Közben megtaláltam a vonatkozó számot, ez egy november 11-e, az a mai. Az a mai napon van. Egy mai update, és ez 1 millió bejegyzés a globális routing táblában, tehát ha ezt egyrészt dolgozni is kell ezzel a routing táblával, tehát ezek alapján, az információk alapján kell IP csomagokat útba irányítani. Hát ugye nyilván ezt ledesztiláljuk valahol a forwarding táblánkban, hogy mi történik, és nem mindig azt a nagy next hop szemléletű lesz a szem ez a dolog, és nem pedig kifejezett a root prefix. Hát nem is feltétlenül van mindig a szükség, de nyilván van, aki border routernek használja a Mikrotik RouterOS-t futtató routerét, és neki ez problémát okozott, hogy ennyi darab prefixel kell neki számolni, és megjött a RouterOS 7, a RouterOS 7-ben, amikor már ilyen 7.0 beta, nem tudom akárhány volt, az egyik nagy feat az volt benne, hogy bizony, itt van multi-core módon megírt BGP, ami nem egy darab szem CPU-n fog futni, hanem több CPU-kóron fut, és emiatt gyorsabban fog konvergálni, és az összes olyan dolog, ami erre kapcsolódik, mind gyorsabban fog működni, és ezt megmutatták, és tényleg így volt. Drasztikusan lecsökkentek ezek a várakozások, ilyen 1/5-ére, 1/10-ére, tehát ez mindenképpen jó volt, de az új RouterOS verzió mellé kaptunk gyakorlatilag egy teljesen új BGP implementációt is. Plusz azért valljuk be, hogy néhány feature-t is elegánsan elvettek és elfelejtettek a hatos implementációból, amikbe azt, hogy szerettünk néha belekattingatni, és akkor jusson eszünk be azt, hogy például a tőlünk kimenő hirdetések naplózásának vagy vizsgálatának a lehetősége. Ez például egy ilyen lesz. Ezek szerint valamit, tehát úgy állt helyre az egyensúly, hogy most látjuk azt, hogy mi jön be, de nem látjuk egyből, hogy mi megy ki. Jut is marad is. Na, mindegy, van egy nagyon jó kis rész a wikiben, ami elmondja, hogy éppen hogy van mi implementálva, és mi hiányzik. Úgyhogy ezt a linket ezt majd ide kitesszük, és ott lehet majd látni. De rögtön meg is nézhetjük, ugyanis ez a Routing Protocol Overview nevű cikkrészben található, és ez egy roadmap tulajdonképpen a RouterOS routing implementációval kapcsolatban, ahol föltűnhetnek újdonságok, tehát ugye itt történt az, hogy egyszer csak az ISIS-t így valahol a 7.12 alkalmával láttuk így megjelenni, és
Hát még mindig vannak benne piros sorok, sajnos, tehát ez majd alakul, de mindenképpen javuló irányban megy a tendencia. Tehát, és ahogy látom, a BGP-vel kapcsolatos dolgok azok itt nagyjából a chartnak a közepén. A BGP Confederation, ez még komolyan sárga azért. Jó. Jó. Tehát arról kezdődött ez az egész mutatvány, hogy a mikrotikes rácok újraírták teljesen a BGP implementációt, és az első, tehát feltételezem, hogy valamikor, amikor már eljutott az időpont, hogy na most már nem lehet tovább ígérgetni, hogy majd jövő héten jön a RouterOS 7, akkor lett egy snapshot, egy ilyen kvázi megbízhatóan működő BGP implementációval, és akkor azzal mentünk át, és utána pedig ez a híres inkrementális update-ekkel haladtunk egyre jobban, a különböző újabb szoftververziók egyre újabb a lényegében egy részt backportolt, másik része meg újonnan belerakott feature-ként megjelent a BGP-ben. Szóval amikor először találkozunk a 7-es RouterOS-sal a BGP szemüvegén keresztül, figyelve a dolgot persze, akkor jönnek a nagy meglepetések, hogy hova lett a peer menü, meg hova lett az instance menü, meg hova lett a networks fül. Meg az advertise prefixes, ez azóta sincs meg. Az advertise prefixes, ez pont egy ilyen, amiről az előbb tettünk említést. Szóval alapvetően koncepciót váltott a konfiguráció, és akkor helyette ugye kaptunk connection-t, template-et, session-t, ami annak az újfajta viselkedésnek a vizsgálatára, vagy újfajta implementációnak a vizsgálatára alkalmas ablakok. És ha elkezdünk még mélyebben kutatni, és belenézünk például a connection ablaknak a tartalmába, amiben gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ide költöztek át azok a peer definíciók, amelyeket korábban a peer fölött értünk el, akkor ott még olyan apróságokat is látunk, hogy bizonyos tekintetben változott a paraméterezése is a BGP-nek. Tehát látunk majd ilyen output pont, illetve input pont előtaggal megjelenni feltételeket, vagy konfigurációs halmazokat, és akkor még talán említhetnénk itt a router ID konfigurációnak a lehetőségét. Az is teljesen más lett. Ugye. Ami eddig ugye az instance-nál egy ilyen bepötyöghető szöveges mező jellegű valamicsoda volt, és az OSPF-nél megemlékeztem erről, hogy ott viszont átszervezték a 7-es router-osban ezt egy a routing menü pont alatt található, konfigurálható, akár több router ID-t is nyilvántartó valamivé. De igazából az eddig is megvolt, hiszen volt lehetőségünk instance-ot csinálni a RouterOS 6-ban, és minden instance-nak lehetőségát 32 bites router ID-je úgy, ahogy kell, tehát nem, kicsit át lett így rendezgetve. Ami még érdekes lehet, hogy ha ugyanezt a dolgot megnézzük a CLI-ben, és akkor a megszokott print utasításunk azért egy ilyen eléggé ilyen kriptikus kimenetet fog majd adni, mert néha ez az in, meg az out, ez nem látszik, hanem csak helyette a subattribútum látszik, hogy pont filter, és akkor tudnék, hogy az arra vonatkozik, hogy előtte már volt valami out, meg valami in. Kicsit olyan érzésem van, mint hogyha más csapat írná a BGP implementációt, mint akik a RouterOS többi részét látták valaha. Kicsit, mondjuk hasonlít nekem ez a wireless, tudod, a WiFi 2-es csomagnak a printoutjára. Mondjuk ennek a nagy része nem mennyire szembetűnő a Winboxon keresztül, mert a Winboxon keresztül kicsit más a neve a füleknek, de nagyjából kb. Azokat a funkciókat látjuk rajta, mint korábban. És ugye ott az ember kattingat itt meg, akkor az elején nagyon-nagyon hevesen használta a tabot, meg a kérdőjelet, illetve vagy mostanában már az F1 gombot, hiszen ez számomra mindig egy nagy bánat, hogy ezt kicserélték, de hát jó. De tényleg a legnagyobb sokk az embert akkor éri, amikor felupgrade-eli a RouterOS-ét RouterOS 6-ról RouterOS 7-re, és volt neki BGP konfiguráció, és az a múlt idő használat az szerintem helyes is, mert nagyon-nagyon kevés esetben történik meg ennek a konfigurációnak a maradéktalan átkonvertálása RouterOS 7-re, úgyhogy... Az a célunk, hogy ezt megmutassuk, hogy lehet akár nulláról megvalósítani, illetve szeretnénk, hogyha tudnák adni nektek egy olyan praktikus látásmódot a 7-es RouterOS BGP-vel kapcsolatban, hogy tudjátok, hogy mik azok a komponensek, aminek legalább meg kell lennie ahhoz, hogy egyáltalán a BGP működőképes legyen. A jelen konfigurációban, illetve a mintákban, amiket mutatni fogunk, itt eBGP, a klasszikus IPv4 eBGP konfigurációval fogunk foglalkozni. Tehát a következő kép néz ki az architektúra, vagy ezt a topológia tulajdonképpen. Most is rendelkezésünkre az a két router, amivel az OSPF gyakorlat során bemutattam nektek a
a 6-os és 7-es rúterolás különbségeket. Tehát van egy 3011-es rúterünk, illetve egy 326-os, hát nevezzük switchnek, de mégis most BGP rúternek használjuk. És ezek a 326-osunkon 7-es rúterolás fut, azt már csak azért is, mert 7-es rúterolással illik ma már használni ezeket a programozható utasítás készletű chippel rendelkező eszközöket, ugye sokkal ügyesebben kijönnek rajta azok az új fejlesztések, amelyek érintik ezeket a chipeket is, illetve van egy, látjátok, egy 3011-esünk, az pedig egyszerű, utolsó long term 6-os router OS-sel fut, és akkor nézzük meg, hogy egyáltalán praktikusan mi van ebben a konfigurációban. Amikor 6-os router OS-ben konfiguráltunk egy BGP-t, akkor mit tettünk? Ugye először is az instance fül alatt konfiguráltunk egy ás számot, azzal kezdődött a balhé. Már ha konfigurált valaki, ugye nyilván... Már ha konfigurált, mert nyilván használta azt a alapértelmezett default instance-t és az ahhoz kapcsolódó ás számot is, mint ahogy mi tettük a saját példánkban. Az egy privát ás szám, tehát nyugodtan használhatjuk. Privát ás szám nem juthat ki az internetre, vagy ha... meg is próbálnak kijutni, akkor azt elképzelhet, hogy valahol valaki majd ki fogja szedni az ASPS-ből. Vagy egyszerűen nem fogadja el a hirdetést, amiben szerepel. Talán az még a korlátozó megoldás. VRF-ekkel most nem fogunk itt foglalkozni, de idővel majd szeretném, hogyha ezt is részévé tennénk a tudásanyagunknak, hiszen egy fontos apróságról van szó. És ugye még mielőtt a peert magát fölélesztenénk és beparaméteznénk, érdemes egy pillantást vetni a Networks fülre, és hogy miért is hiányoljuk ezt a 7-es router OS-ből. Hát a Networks fül volt az, ami teljesen egy-egybe lefordítható a Cisco BGP konfigurációba. Ugye régen, hogy történt, azt mondta az ember, hogy router BGP 1.2.3.4, network, anyámcsuk, és ami beírt oda azt a networköt, azt onnantól kezdve a BGP azt tudta, hogy ezt hirdetni kell. Ugyanígy volt a router OS-ben, hogy a networksbe fölvettük azokat a prefixeket, amiket mi szeretnénk hirdetni, hiszen hogyan tudunk belejuttatni egy routing protokollba topológiai információt, egy prefix információt, mit szeretnénk hirdetni, vagy az, hogy halljuk egy másik BGP neighbor-től, vagy hogy redistributáljuk ezt valamelyik másik routing protokollból, szégyenszem akár a static nevű routing protokollból, ami nem nagyon változik, vagy a connectedből. Na most, ha nem csináltunk ilyen redistribute operációt, akkor pedig kézzel kellett bele pötyögnünk azokat az információkat, és itt a router OS-ben ezt a networks, a routing BGP networks menüben, vagy a ablakban lehetett megtalálni, és volt mindenki egy ilyen helyes és attribútuma, hogy ilyen synchronize, yes, no, azt jelentette, hogy a synchronize, akkor hirdett csak ezt a prefixet, amikor az a prefix ténylegesen benne volt a routing táblából, mert mondjuk volt rá mutató másik nem BGP-ből jövő rút, ha meg az volt, hogy no, akkor tök mindegy, mindig hirdetjük ezt a dolgot, akármi is legyen. Ezzel érdekes szituációkat lehet lenteni természetesen egy hálózatban, de erre most ne térjünk ki. Na, ez már nincs. Ez már nincs, mármint az sincs, hogy a szinkronizációt ki lehetne egyáltalán kapcsolni, tehát a 7-es routeros hozta azt a klasszikus más gyártóktól tapasztalható viselkedés módot, hogy mindig csak a routing táblával korreláló információt lehet a többiekkel megosztani. Nos, és ugye miután ezt meghatároztuk, utána kattintottunk a peers fülre, vagy konfiguráltuk céljében a peereket, és felvettük az első BGP peer definíciónkat, amely legalább kellett, hogy tartalmazzon. Tehát azon felül, hogy mit tartalmaz egy alapértelmezett, idézőjelben üres konfiguráció. Ki kellett töltsük a remote address mezőt, ugye ez annak a párnak az IP címe, akivel kapcsolódni fogunk. Ugye a BGP, mint ahogy itt szépen beszélgettünk az elején róla, a TCP 179-es portot használja a kommunikációja Unicast során, Unicast módon. Ha van eltérés a konfigurációban, akkor persze remote portot is használtunk, de alapvetően nem kötelező, nem térünk el tőle. A remote AS mezőben fogjuk azt megadni, hogy az ellenoldali berendezés milyen AS számot használ a saját hálózatának, rendszerének azonosítására. Ez dönti el, hogy most mi ott IBGP vagy EBGP kapcsolatot fogunk felépíteni, vagy interior BGP, vagy exterior BGP. Tehát ugyanabban az AS-ban tartózkodik a mi peerünk, vagy egy másik AS-ban. És erre még visszatérünk. Tehát a remote-ást kötelező megadni, és akkor itt végig is görgethetnék ezen a listán, és megvizsgálhatnánk a többi paraméter, de valójában igazából nincs rá szükség. Ugyanis a 6-os router OS-ben kb. Ez a két paraméter elég is volt ahhoz, hogy,
hogy beröffentsünk egy alap IPv4-es community-val működőt, hiszen itt az Advanced fülött is látszik, hogy alapvetően az IPv4-es, az S-Family már be van kapcsolva az alapkonfiguráció szerint, szóval nyilván ezt én itt megtettem már P1 néven korábban, tehát látjátok, remote address, remote IS szám. Nem, alapból nem hivatkoztunk semmiféle filterre sem, tehát nem korlátoztuk semmilyen formában. De majd erről is kell beszéljünk, mert biztos a nézők emlékeznek oda át, hogy az OSPF-fel kapcsolatban már megköpködtük, hogy a routeros 7-ben ellentétesen viselkedik a routing filterek halmazat, tehát ha használjuk őket, akkor implicit tiltó módon. Tehát nem. Ahogy kell. Ugye? Ahogy kell. Igen. Mert egyébként minek használnánk egy olyan filtert, ami átosíthatna minden. Ezt is engedem, ezt is engedem, ja, és minden más is engedünk. És ami kellemes volt a 6-os router OS-ben, szerettük, hogy miután sikeres volt a peer kapcsolat, az rögtön a peer melletti státusz oszlopban láttuk, és volt visszajelzés róla, az uptime információ is azonnal megszületik. Nagyon kedves, kedves, kellemes dolog. Na hát ez sem így van. Ez sem így lesz a 7-es router OS-ben. Nézzük, hogy a 7-es router OS esetében mi a gyakorlati tapasztalat és a gyakorlati eltérés. Most átkattintok gyors a 326-osba, itt ugye már meg van nyitva a connection-nel kapcsolatos konfiguráció, nézzük, hogy milyen ablakaink vannak egyáltalán, vagy milyen lehetőségeink. Nincs instance. Igen. Na jó. Nincs peer. Nincs peer. Rendben, ugye nagyjából mondtuk, hogy a connection halmaz fogja kb. A peert helyettesíteni. Cserébe van template, amivel eddig nem találkoztunk, és ugye networks-t sem találunk, hiszen emlékeztek instance, peer, network alatt konfiguráltunk a másikban. Hát ebből gyakorlatilag... 3-0. Hát még ha nem is 3-0, de 3-1. 3-1 vagy ilyen, 3-1. Connection azt felfoghatjuk egy peernek, Isten igazából, de igazából az a net helyzet, hogy egy connection-t felfoghatunk több peernek is, az egy ilyen speciális viselkedés a router S7-nek, hiszen van lehetőségünk arra, hogy ilyen fél áramkört konfiguráljuk, és utána majd valaki oda bekapcsolódik. De ha egyszerű pont-pont BGP kapcsolat esetén itt egy connection-t fogunk létrehozni, mint ahogy a peer-nél is. Nos. Hát csináljunk. Csináljunk egy ilyet, vagy vizsgáljuk meg azt, ami ide konfigurálva lett korábban. De összedarakok mellé egy újat is, hogy lássuk azt, hogy mik azok a mezők, amikben egyetem bele kellett, hogy nyúljunk ahhoz, hogy egy ilyen... Hát egyből föltűnhet, mint nagyon dolog, hogy a router OS minden dolgot objektumként nevezel. És ez egy tök jó dolog, hogy tudunk dolgokra objektumként hivatkozni. Régen, amikor a peereket konfiguráltunk, az úgy nevezte, hogy peer 1, peer 2, peer 3, és így egészen addig, amíg el nem fogyott a memória. Na most már nem így van, most BGP 1, BGP 2 és BGP 3-ként fognak megjelenni ezek a dolgok. Oké. Ami pozitívum, hogy tudnánk hozzá templétet rendelni, de nem rendelünk, mivel egyszerű BGP-t fogunk konfigurálni. Mi az, amit csinálunk alapból? Nyilván a templéteknek akkor van érdekes vagy izgalmas szerepe ebben a dologban, hogy nagyon sok hasonló konfigurációval rendelkező BGP connection-t szeretnénk létrehozni, és akkor nem kell a paramétereket. Hát igen, de... A dédőgrup, hogyha valaki X-szeren nőtt fel. De hivatkozik is rá a Mikrotika dokumentációjában, hogy nem teljesen ugyanaz, mint a Cisco peer group konfiguráció, attól egy kicsit több lehetőséget ad. De minden esetben ASZ-számot szóval itt is. Itt lokálban is megkonfiguráltunk, nem kell feltétlenül a templéteket használni, de hát az első dolog ugye az, hogy a saját ASZ-számunk. Anélkül nem állhatunk neki egy BGP konfigurációnak, hogy ne tudnánk saját magunkról, hogy is mondják, az önazonosítás, vagy ki vagyok, férfi, nő, fejezzük is be a listát. Szóval ASZ-szám, ugye ezt emlékeztek, az instance-nál konfiguráltuk a 6-os router-os esetén, és hát alá azért illik egy protokoll családot rögtön megjelölni, hogy milyen információkat szeretnénk ezen a összekötetésen keresztül a szomszédainkkal tudatni, mert ha itt eltérés van a felek között, akkor azt hibaüzenetekkel fogja díjazni a BGP, adott esetben akár össze sem áll a kapcsolat, és hivatkozni fog arra, hogy... Mindenképpen segít, ha ugyanaz az adresszemlék vannak beállítva. Bajba kerülhetünk. Szóval ezért itt egy IPv4-es adresszfamily is megemlítésre került, aztán nézzük tovább, hát egy remote adressz, az ugyanúgy kell. Ugyanúgy, mint ahogy a túloldalon is megadtuk, illetve kell egy remote AS. Igen. És itt jön az első pofon, hogy a 7-es router OS esetén nem elegendő a remote AS mező kitöltése, nem fogja ebből a két mezőből automatikusan kitalálni
a BGP, hogy neki milyen típusú peer kapcsolatot kell létrehoznia, hanem azt egy role paraméterként, egy lokál role-ban fel kell tüntetni a konfigurációban, és mi ügyesen felismertük, hogy ez egy eBGP. Igen, egy elég hosszú lista van ott egyébként, amit több eleme van, és ugyanúgy, ahogy a lokálról tudjuk konfigurálni, még a remote-rólnak is vannak. Azoknak össze kellene passzolnia. Tehát amikor a túloldal azt mondja magáról, hogy ő eBGP-t csinál, akkor értelemszerűen mi is eBGP-t kell, hogy konfiguráljunk. Még akkor is, hogyha a túloldalon nem kellett ezt a role információt megadni, mert egy olyan operációs rendszert használunk, például a RouterOS 6, ahol nem kell ilyet megadni, mert ugye senki találja. Gyorsan végigkattingattam itt a többi fülecskét, vagy ilyen konfigurációs szekciót, ilyen látjátok, hogy nincs eltérés, nincs kifejezett konfiguráció megadva a többihez, és ezt elmentve azt kapjuk, hogy nem történik semmi. Látszólag van egy bejegyzésünk, aminek nincsen státusz információja. Tehát nem tudjuk azt meg azonnal, hogy most itt létrejött a kapcsolat, történt-e információcsere, mennyi ideje működik az összeköttetés, és így tovább. Ebben nyújt segítséget a sessions fül, illetve a sessions lista menőnek használata, ahol az adott remote adresszekkel, illetve hát tulajdonképpen connection-ökkel kapcsolatos session információkat fogjuk tudni látni, hiszen ugye nem arról van szó, hogy objektum jött létre, mint ahogy az korábban említetted, hanem... Hát hivatkozunk egy objektumra. Lényegében létrehoz egy, itt is egy objektumot, ami elvileg abból a connection ID-ből deriválódik le az ő neve, tehát ugye BGP1-nek hívják ezt, a másikat is BGP1-nek hívták, és akkor abból, hogy éppen hanyadik sessionről van szó, lesz neki egy neve. De hát ez mindenképpen megrázó, és emlékszem, amikor legelőször bekonfiguráltam, akkor mondom, hogy print, semmi. Tehát nincs ott a röbetű, hát ott kéne lenni mellette az R-betű. Na, akkor biztos kell mondani, hogy print státusz. Nem, olyan se. Ez azért van, mert itt ilyen egy az N-hez összerendelés alakul ki. Tehát van lehetőségünk olyan connection paramétert beállítani, amihez utána több darab session is kapcsolódhat. És ezért nem lehet egy az egyben megfeleltetni őket, hiszen ha mondjuk a talán én most 5 darab session kapcsolódik, akkor 5 darab R-betűtünk, mert hogy ötszörösen fut, honnan fogjuk tudni. Vagy 5 státuszt kellene, szóval nyilván ez a fajta felbontás közelebb áll a gyakorlati valósághoz. Ebből is látszik azt, hogy a 7-es RouterOS BGP implementáció már nem egy olyan egyszerű, klasszikus exchange kapcsolatnak a IP-IP kapcsolat kiszolgálására, vagy prefixek megosztására jött már létre, hanem nyilván támogat magasabb érdekű protokollokkal kapcsolatos információ megosztást is. Na de, egy sessionbe kattintva, itt megkapjuk már a sessionnel kapcsolatos uptime információt, a üzenetek számosságát, illetve a protokollra vonatkozó információkat. Ez hasonlít egy kicsit arra, amivel a 6-os RouterOS-ben találkoztunk. Szóval a Networks fül hiánya az, amit még eddig nem tudtunk idézőjelbe feldolgozni, és rámutatni, hogy ezt hogy a fenébe kell kifaragni a 7-es RouterOS-nél. Igen, de hát amíg csak fogadjuk a rútokat, addig nincs probléma. Ugye amikor szeretnénk küldeni, akkor van, szeretnénk megmondani, hogy mit küldjünk. Mert hogy emlékeztek, a 6-osban egy network definíciónak a felvételét végeztük a szinkronizáció nélkül, és látszik is, hogy mivel filterek nélkül élünk mindkét oldalon a lehető legveszélyesebb módon, a 7-es RouterOS-nak a routing táblában meg is jelenik az a BGP-ből származó bejegyzés, ami nyilván most azért nem aktív, mert van egy kisebb disztanszú, sőt, hát igen, statikusan felkonfigurált routunk ugyanezzel a prefixel, de megkapjuk a másiktól BGP-vel, ez eddig kiváló. Szeretnénk ugyanezt a játékot eljátszani visszafelé, tehát hogy a 7-es RouterOS-sel is hirdessünk a 7-es RouterOS routing táblájában élő, mert ugye csak élőt lehet szinkronizációnak a kötelező jelenléte miatt prefixet megosztani a másikkal, ezért én most lekapcsolom a 6-os RouterOS-ben ezt a network definíciót, amit ide létrehoztunk. Ennek az kéne legyen az eredménye, hogy eltűnik. A 7-esnek a routing táblával eltűnik, és akkor most nézd, meglepő módon. Azért ezzel voltak bajok a 7-es RouterOS-ben is, hogy a routing tábla az egy pillanat felvétele volt mindig, nem volt olyan módon interaktív, hogy frissült, mint ahogy azt a 6-osban megszoktuk. Aztán néhány pillanatig nem volt felvétel. Igen, előfordult. Nézzük, hogy a connection fülecskénk alatt a connection paramétereinél tudunk ezzel kapcsolatosan bármilyen
varázslatot tenni, mivel hogy úgy tűnik, hogy egyedül itt van mozgásterünk a routeren belül. A hirdetendő prefixek kapcsán ugye várnánk, hogy valahol ezt a network listát mégis létre lehet hozni, és erre szolgál a connection paraméterei között egészen le kellett görgetnünk az ablak legaljára és szétnyitogatni a kategóriákat, ahol megtaláltuk az output network nevezetű attribútumot, és ennek az attribútumnak a kitöltésével fogunk tudni egy olyan listát megnevezni, amelyeket majd szeretnénk az exportálás során a BGP hirdetéseinkben szerepeltetni. Mert ez egy másik objektum. Itt nem tudjuk megérni össze az összes általunk hirdetett rótot csak úgy simán a connection-re, hiszen ez nem is lenne hatékony, hanem meghivatozunk mirotic módra egy másik objektumot. De hol van ez a másik objektum? Teljesen logikus módon kereshetnénk ezt a routing menüpont alatt, ahol ez így logikus lenne. Routing, nem is tudom én, network prefixes, vagy valami hasonló. Valami. Lehet, de nem. Az IP firewall address list lesz ez a lista, ahova ezt az objektumot létre kell hoznunk, és akkor adok neki egy olyan vicces nevet, hogy BGP networks például, amit amúgy az automatikus konfiguráló motyóka is tesz. Hát emlékeim szerint lehet, hogy alulvánsra kötőjele mindegy, hozza létre, és ide föl fogom tüntetni ezt a 10.255.255.0/24-es prefixet, amit szeretnénk megosztani. És utána ki tudjuk választani ezt. Ki kellene, hogy tudjuk választani, de hát most vagy a 4-es filmboxnak az áldozatai lettünk, hopp, közben itt egy ablakkal odébb. Connection paraméterei filter. Output network, legördő menü, és ott van BGP networks. Én azt javaslom, hogy ha ilyet használtok, akkor használtok jobban beszédes nevet hozzá, akkor fogjátok tudni, hogy mire szolgál ez a dolog, és nem fogja mondjuk a security admin letörölni a francba ezt a prefixistet, mert ugye a firewallban szükség. Ugyanez a firewallban van. Ami előny mindenképpen, hogy ezért lényegesen komolyabb kontrollunk van a dolgok fölött, mint router-osadban. A router-osadban beírtuk, hogy ezért itt a network, és akkor halál. Akkor onnantól kezdve ezt minden BGP peerünk felé el tudtuk hirdetni, ha csak filterrel le nem szabályoztuk itt, akkor ezt a dolgot legalább úgy tudjuk csinálni, hogy amit fölveszünk egy adott peerhez egy ilyen address listet, akkor az csak azokat fogja hirdetni, és az összes többi peert ezt nem befolyásolja. Ezért ez egy pozitív dolog. Időközben megjött. Már a 6-os routerosban látjuk is a hirdetésünket. Ugye ennek az az oka, és ezt már az OSPF konfiguráció során is megbeszéltük, hogy mindaddig, amíg egy filter chain-t nem említünk meg a konfigurációban, addig valójában nincs filterezés. Tehát akkor kerülünk bajba, amikor elkezdünk oda begépelni az in és out filter szekcióba egy chain nevet, és amint azt a chain nevet explicit megneveztük, na onnantól lép életbe az a szabály, amit már az OSPF esetében is emlegettünk, hogy eldobó lesz alapvetően. Így van. Tagadó viselkedést fog a chain végrehajtani. Hát implicit deny-ban, ez úgy, mint régen, mint az összes többi ilyen, mondjuk még Cisco esetén access listekben. Hozzunk létre egy ilyen filter chain-t. Hozzunk létre. Kicsit, ugye, ha belegondolunk, ez ilyen faramocinak tűnik, amikor csinálunk egy listát, ami lényegében egy ilyen kvázi dinamikus lista, hiszen a benne lévő dolgok azok csak akkor hirdetődnek, ha azok ott vannak a routing táblában, ugye ezt tudjuk, és akkor mellé még csinálunk egy filtert, amelyek tovább szűrődjük ezt a dolgot. Ezért lehet ezt érezni, hogy ennek a filternek akkor van igazából értelme, hogyha ez a lista ez nem csak úgy keletkezik, hanem ez a lista ez mondjuk inkább egy redistribúcióval áll. Azt mondjuk, hogy az összes OSPF routot szeretném belehirdetni BGP-be, de aztán mégsem az összeset, mert ezeket szeretném készülni belőle, de mindegy, a működését ezzel le tudjuk szimulálni. Tehát csinálunk egy filter. Igen, ez a másik út, és valóban erre is lehetőség van, ezt az extra pont. Extra menüpont alatt találtuk meg, ahol az output redistribution-t a különböző kategóriák szerint azonnal beletehetjük az exportált adathalmazba, vagy felgyűjthetjük, és aztán exportáljuk, és akkor utána jön majd az output. A meglepetés általában, hogy francba behirdettünk egy defaultot, és mindenki leszakadt róla. Tehát ez nem mindenki ugyanaz ember megtervezi, megírja a filterét, és csak utána emberkedhet itt a különböző redistribúciókkal. Ami még szerintem fontos, hogy ugye ide van áldulva, tehát azért a GUI az kicsit kriptikus. Célében egy kicsit jobban átláthatóak a dolgok.
nyilván az is, annak is megvannak a maga hátrányai, az emberet begéperi a kis print parancsait, és akkor nem minden látszik, és akkor kell nézegetni, hogy ó, de egyébként mit is lehet bekonfigurálni, mert olyan érzésem van az embernek, hogy csak azok az attribútumok látszódnak mondjuk egy connection-nek a konfigurálni, amit ő explicit érintett, nem pedig az összes több olyan dolog, amit ugye beállítható lenne ennél a connection-nél, tehát mondom, ki fog kopni az F1-es gomb az embernek a billentyűzetén, mire visszaemlékszik arra, hogy mit szeretett volna még megcsinálni, és hát ez mindenképpen eltérő, de én nem szólnám le a RouterOS 7-es BGP-nek a céljét, mert ezzel azért nagyobb flexibilitást is hozott a dologba, és hát főleg az, hogy láthatom a ribet, mielőtt belekerülne a routing táblába, hát az egyszerűen valami zseniális. Nagyon hasznos. Közben itt a céljében megmutattam azokat a dolgokat, a apróságokat, amikről beszéltél. Szóval térjünk vissza az eredeti felálláshoz. Filtert csinálunk, ugye? Hogy egy filtert csinálunk, és közben, ahogy a problémákat soroltad, láthatták már a nézőink, hogy már van az output filterben két opciónk. Ugye ez azért van, mert egy OSPF labot már lenyomtunk ezzel a routerrel, és van élő OSPF in és out filter chainünk a routing filtersben. Én most ide egyszerűen fogok is egy BGP out nevezetűt létrehozok, de hát akkor konzekvens leszek és kötőjellel, mint a többinél. Opa. Elmentettem. Oké. Okay. És nézzük a hirdetéseket, hát túloldalon elvileg már túloldalon, nem szabad. A túloldalon már rögtön azt tapasztaljuk, hogy oda nem kapjuk a 10.2.2.0/24-es prefixet, mert hogy amint egy filter chain megemlítünk, amiben ugye nincsen kifejezett engedélyezésre foglalkozó szabály, nyilván elnyeli és fogja utasítani ezeket. Az OSPF-nél azt csináltam, hogy kikerüljük ezt az alapvetően eldobó vagy eltagadó viselkedést, leellenőrizzük, hogy a másik routerünkben most nincs ott a prefix, tehát a szűrőnk szépen felfalja ezt az információt, engedélyezzünk minden hirdetést kifelé. Ugye erre pontosan ugyanezt a gusztustalan dadog a kezem. Ezt a gusztustalan megoldást, hogy feltétel nélkül mindent engedélyezünk, és akkor arra számítok, hogy mire visszakattintunk a másik ablakba, már meg is érkezik a túloldalra a prefix. Most nyilván itt aztán jön a játék a szűrőkkel, és akár csinálhatnánk egyszer egy részt a szűrőkről is. Igen. Mik azok az alapvető, vagy legjellemzőbb szűréssel kapcsolatos feladatok, amiket létre szoktunk hozni, vagy végrehajtunk, ASP. Nagyon-nagyon más. Na, hát, ha valami felborult a RouterOS 6 meg a RouterOS 7 BGP implementáció között, az az, hogy RouterOS 6-ban egy ilyen, hát talán RouterOS 6 tűzfalhoz hasonló szintaxisba kellett operálni, itt meg ugye RPL-t fogunk írni, mindenféle ilyen kis ifeket lehet írni, meg hasonló, mint az ember így ilyen kocamódon programozni, egy ilyen gusztustalan hosszúságú spagetti kódot írna, na hát itt ezt lehet csinálni, egy kicsit úgy olvashatóbbá válik, viszont ugye hát most ez hogy valósul meg a RouterOS-ben, van egy szöveges, mert az ember begépeli a cuccot. Az a hatalmas nagy előnye ilyenkor a CLI-nek, hogy a CLI az syntax highlightolja neked azt, amit beleírtál. Ez szerintem itt a grafikus felületen nem történik meg, de majd biztos belekerül a... Sőt, volt olyan verzió, ahol, hogyha az ember nyomott egy indokolatlan apply-t hirtelen, akkor azt mondta, hogy bocsi syntax error, majd kitöröltem ezenek a tartalmát. Soha jobbat. De ez biztosan megtanít, mert ez, ha 25-ször írod be ugyanazt a butaságot, akkor nagyon unalmasra tud válni. Képzeldem, hogy az előző részünkben az OSPF RouterOS 7 part 2-ben csináltunk olyat, hogy Type 2-re disztribúció 7-es RouterOS-ra, és az kell a filter, mert csak azzal lehet konfigurálni. Úgyhogy csinálunk hamarosan egy részt a filterekről is. Szóval eljutottunk oda, hogy 7-es RouterOS-sel is tudunk már irányítottan prefixeket exportálni. Ugye megtanultuk, hogy az Output Network listából, objektumból származhat az a idézőjelben előzetesen megszűrt prefix lista, amelyet mások tudomására akarunk hozni, és akkor a további output filtereknek a használatával pedig akár adjusztálhatjuk is ezeket a hirdetéseket, vagy éppenséggel elfogadhatjuk, hogyha arra van szükségünk. Ne feledkezzünk meg róla, a filterek használata alapvetően a kívánő hirdetések eldobását fogja jelenteni, ha máshogy nem rendelkezünk a majd éppen a bejövő hirdetéseknek az eldobását, ha azt szeretnénk. Szóval ennyit a RouterOS 6.7 BGP-ről. Ígérjük, hogy folytatjuk, mert sok-sok taposó aknát hagytunk még magunk alatt. Mikrotik is nekünk, látjátok, hogy azért a felület és a GUI sem teljesen tökéletes mindig. A következő részben újabb, izgalmasabb BGP taposó aknákkal térünk vissza.
Sziasztok.